kis családi vállalkozásunknak 20 hektár területe van, Villány legjobb dűlőjében. Nevezetesen a Jammertálban, Sterntálban, Remete dűlőben, Kopárban és a Várerdő dűlőben. Pillanatnyilag a Kopárban állunk, azon a területen, amely Magyarország és így Villány legmelegebb területének, legnapsütöttébb területének számít, amely dűlőben a virágok sokkal korábban nyílnak. Nincs rossz évjárat tulajdonképpen ebben a dűlőben. Minden évben 20 mustfok fölé érik be a szőlő, és minden évben nagyon vastag, nagyon robusztus, tüzes bort kapunk, amely azonban a markánsága mellett mégis kedves, mert nagyon szép illatok és ízek, gyümölcsillatok és ízek koncentrálódnak ebben a borban. Sajnos nem terjeszkedhetünk kedvünk szerint a borvidéken, nagyon kevés a terület, rendkívül drágák a területek, ha egyáltalán van eladó, és az utóbbi években már oda arra szorítkoztunk, hogy erdőterületeket vásároltunk, az erdőt kiirtottuk, és azokon létesítünk most ültetvényt. Nem véletlenül állunk a Kopár dűlőben egy Kopár terület szélén. Igen, hát ez egy megközelítőleg egy hektáros nagyságú terület, amely közvetlenül az itteni ültetvényünk fölött helyezkedik el. A tél folyamán írtottuk ki ebből az erdőt, és nemrégen egy gép tereprendezte ezt, készítette elő a következő évi telepítésre. Az utóbbi évtizedben szinte mindenki az egész borvidéken Cabernet Sauvignon-t elsősorban, mellett a Cabernet Franc és Merlot telepített, tehát a Cabernet fajta csoportot. Nekünk még a következő évre 4 hektár telepíteni való területünk maradt, mind a 4 hektárt az erdőtől raboltuk el. Ebből a 4 hektárból 1 hektár itt a Kopárban Cabernet szőlővel lesz betelepítve, és a 3 hektár az Ördögárokban egy csodálatos 30-40%-os lejtőjű déli fekvés kékoportóval. A családi vállalkozásunkat 91-ben alapítottuk. Én a 9. generáció vagyok, aki itt élek, aki az elődeim paraszti gazdálkodással és benne szőlőtermesztéssel, borászkodással foglalkoztak. A másik irányú gyökér az én szakemberségem. 1965-ben végeztem a kertészeti és szőlészeti főiskolán, és az első munkahelyem, az egyetlen munkahelyem az Villány volt. A Villány Siklósi Állami Gazdaságba kezdtem, mint annak társadalmi ösztöndíjasa, és 1965-től 81-ig ennél a cégnél dolgoztam. 81-ben az elkövetkezendő 10 évre átmentem a Villányi Szövetkezetbe, és lettem a Villányi Szövetkezetnek főborásza, főkertésze. Milyen később hasznosítható tapasztalatokat szerzett az állami gazdaságban? Az én megközelítésem a szőlőhöz az mindig olyan volt, hogy én felül tudtam emelkedni ezen a bizonyos nagyüzemi szemléletemben. Nem megvolt egy maximalizmus, egy igényesség a minőség irányában. Kellett is, hogy legyen, hiszen én ugye 1965-ben végeztem, és 67-től nekem már saját szőlőm volt, saját pincém volt, és ott azért másképp közelítettünk ezekhez a dolgokhoz. Kezdettől fogva mi a vállalkozásunkkal nyugatra is szállítottunk. Kezdettől fogva nyugati partnereink is voltak, és a nyugati partnerek közvetítették a nyugati borízlést, a nyugati igényeket szakember barátaim, partnereim révén hozzájutottam a megoldásokhoz, azokhoz az eszközökhöz, azokhoz a szakmai fogásokhoz, amelyeket ott nyugaton alkalmaznak. 1991-ben önt elsőként Magyarországon az év bortermelőjévé választották. Minek volt köszönhető ez a gyors siker? Hát magát a sikert az váltotta ki, hogy én 1990-től 93-ig Angliába szállítottam. A Sunday Time Wine Club mögött álló gazdasági szerve, kereskedelmi szervezetnek.
de hát a Sanditáim Weinklubban forgott a Boron, és ők minden évben egy fesztivált csinálnak Londonban, amelyen én első alkalommal mindjárt a 10 kiadott aranyérem egyikét elcsíptem, és hát erre föl, ennek híre terjedt, erre fölkaptam én aztán ezt az elismerést 1991-ben. Hozzá kell tennem, hogy a 80-as években, 1982-től én már a budapesti hát élenjáró gasztronómiának szállítottam bort, még a szövetkezetből, és hát így ismert volt a nevem. Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam egy új borunkat, amely világ legcsodálatosabb dűlőjében, a Kopár dűlőben termett, 1999-es évjáratú, a neve pedig Cuvée Carissime. A név egy régen itt élt hölgy emlékét idézi fel, aki a harmadik században élt itt ezen a környéken, és a sírkövére, amelyet a szőlőnkben találtunk, rá volt vésve, hogy Cuvée Carissime, a legkiválóbb feleség. Ezzel a borral próbáltuk felidézni az ő emlékét, emléket állítani neki, emléket állítani a borvidék történelmének, és a jövőben ezzel a borral minden évben megmutatni, hogy ez a dűlő milyen csodálatos borokat képes teremni. A bor három fajtából áll, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot fajtákból. Ennek a három fajtának a csodálatos házasítása, elegye ad egy olyan harmóniát, egy olyan szépséget, amely azt hiszem, hogy a magyar borkínálatban is páratlan élményt fog okozni mindazoknak, akik megkóstolják ezt a bort. Első pillanatban érezhető már az a csodálatos fajta összetétel, az a fajta jelleg, amely a három fajtából adódik. Egy nagyon gyümölcsös, nagyon kerek, nagyon szépen jelentkező illat együttest érzünk, melyet nagyon szépen kiegészít a barikhordós élelésből származó vaníliás, karamellás illatjegy. A vörösborokban a legfontosabb, amit éreznünk kell, az a harmónia, a látság, a finomság, a cserzőanyagok, a sav és az alkohol tökéletes egyensúlya, harmóniája. Amikor egy villányi bort kóstolunk, és amikor egy kopárdűlőből származó bort kóstolunk, akkor ezt feltétlenül érezni fogjuk, illetve érezzük, mert ez az a dűlő, amely a legeslegcsodálatosabb borokat adja ma itt villányban. És bár a bor még fiatal, hiszen 1999-es évjáratú, már most érezhető benne ez a bizonyos harmónia, és hogyha néhány évet várunk vele, már pedig érdemes, hiszen a vörösborhoz hatalmas türelem kell, akkor ez meg fogja hálálni ezt a türelmet, és 5-6 vagy akár 10 év múlva valami csodálatos élményben, páratlan élményben lesz részünk, amikor ezt a bort kóstolni fogjuk. A szőlő alapanyag fontosságát ön sem győzi eléggé hangsúlyozni. A pince technológia vajon milyen módon és mértékben járul hozzá a végtermék minőségéhez? Ez nagyon sok mozaikból áll össze az összkép, egy hosszú folyamat, amelynek minden egyes momentuma rendkívül fontos. Bármelyik ponton a folyamatban valaki hibát követel, bármelyik ponton, értve ez alatt a szőlőtermesztést, értve ez alatt a pince műveleteket, magát az érlelési folyamatokat, a letöltést, az érlelést egyáltalán, bármelyik pontján valami hibát követel, az az összképet rontja a mi szakmánkba. Hibázni nem lehet. Nem volt könnyű a csúcsra kerülni, nem volt könnyű ismerté válni, de még könnyebb ezt az összképet egy rossz termékkel elrontani. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibás termékkel kerüljünk a piacra. Az ember előtt mindig lebegjenek célok, és mellette én úgy gondolom, hogy kötelező a szerénység. Tehát valaki, aki a mellét döngeti, hogy ez a csúcs, ez a vége, az tulajdonképpen bezárja
maga előtt a jövő kapuját. Tartalékaink az ültetvényekben vannak egyszer, ismert, hogy a fiatal ültetvények kevésbé jó minőséget produkálnak, ahhoz, hogy egy ültetvényről a maximumot tudjuk besöpörni, ahhoz az ültetvénynek meg kell öregednie. Tartalék természetesen, és ezt annak ellenére mondom, hogy én szakember vagyok, a tapasztalatlanságunk. Tehát napról napra, évről évre újabb tapasztalatokra teszünk szert, részben a saját munkánk során, részben pedig hát a világ dolgait megismerve. Nem zárhatjuk be magunkat azzal, hogy amit elértük, ez a csúcs. Nem lehet a csúcs. Minden bizonnyal újabb csúcsok vannak, amelyeket meg kell hódítanunk.